Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket itt a Kludi Juhal gimnáziumban, a Kludi FM felségterületén. Én, mint az egyik oszlopos tagja a Kludi FM-nek, örömmel jelentkezem, hogy mindenki imád minket, és cukik vagyunk, és szexik, és lefekszünk egymásra. És most random embereket fogom megkérdezni, mi a véleményük erről a szuper társaságról. Gyertek! Tökéletes, a legkiválóbb információforrás, szórakoztató, és minőségű. Mindig elpirulok, a tanárnővel beszélgetek. Na, ott. Nos, hát itt a Kludi FM egyik oszlopos tagja. Hogy vagy, González? Jól vagyok, köszönöm szépen. És milyen napod volt ma? Hát jó, kellemes. Főleg, hogy látom. Jaj, hát zavarba hozom. Le is megtennék egymást, igaz? Le is fogunk. Jó. Köszönjük, hogy a kutatásban. Mi a véleményed a Kludi FM-ről? Remek, rádió, a legjobb. Milyen kis tüdeményes kislány. Mi a véleményed a Kludi FM-ről? Kurva jó. Te szoktál valami hétköznapokat? Attól függ. Mitől függ? Hogy van-e valaki, hogy le tudok-e nyúlni, vagy nem? Tisztességes ember. És szeretnék a jelentkezni jövőre Kludi FM-ről. Nagyon szeretném. És te rendes ember vagy? Úgy érzed, hogy te benne lennél ebbe a körbe, te minden szünetben benne lennél az egész kis dizsibe. Ismét jelentkezünk minden a Kludi Juhal gimnáziumból. Olyan izgatott vagyok, hogy nagyon. Éppen bejöttünk az ebédlőbe, és hatalmas király dolgok folyik, a seftelés, szerencsejáték, ital, minden királyságban. És most kiszúrtunk egy csapat fiatal diáklányt, kis apácalányt, akiket meg kéne kérdezni, hogy mi a véleményük a Kludi FM-ről. Első vendégünk Kovács Dóra. Kapjuk el! Dóra? Hello! Mi a véleményed a Kludi FM-ről? Mondjam, hogy jó. Én nem tudom, mit gondolsz róla. Én nem akarok tippeket adni, hogy nagyon királyok, jól néznek ki, cukik, lefeküdnél velük, ilyeneket nem akarok adni, csak mondjam. Nagyon jó. Nagyon jó. De csak a zenélésben? Csak a zenélésben? Na. Amúgy is? Na jó, legyen. Akkor a zenélések is. És mi a szlogenünk? Amarini. Egy van. Igen, egy van. Na, Kludi FM. Így igaz, rakd be nekünk. Bibi, neked van a szüli napod, gyere csak ide. Szerepelhetsz a promóciómban. Köszönj fel. Boldog születésnapot az egész Kludi FM nevében. Hogy vagy ezen a csodás napon? Hány éves lettél? 15. 15 éves. A túrósnak már kiadják a piát, akkor neki is kifogják. A legszebb kor. Legszebb kor. És mi a helyzet? Hogy vagy? Semmi. És mi a véleményed a nem tudok róla véleményt mondani, sajnos. Nem, amúgy. Tehát nem tudod szabadba önteni azt az örömet? De volt. De volt. Csak nem figyelsz. Jaffi köszönt is volt? Volt. Bárra nem hallottam. Hát nem is hallottad az egészet, akkor... Hogyha nem tudod, hogy volt egy dal, akkor nem tudnád? De... Ez igaz. Na látod, sarokba szorítottuk, okosak vagyunk, szépek és szexik. Hello! Most úgy csinálunk, mintha menő fiúk lennénk, és ide ülünk az asztalukhoz, jó? Jó. Hello. Hogy vagy? Jó. Még magáz is, érted? Mi a véleményed a Kludi FM-ről? Neked is bátran lehet, kis csintalan. Bátran lehet. Nincs vélemény. Hát az gond. Mi a véleményed a Kludi FM-ről? Hát, ma tényleg nem volt benne semmi. Ma úgy. Igen, ma semmi extra nem volt. Ezt kifogjuk látni. Jó, akkor a Kludi FM nagyon jó. Nagyon. Annyira, mint a frizurád? Hát, azért még nem éri el a szinteken, nem. Értem. Boroskóla tesója. Jaj. Hogy vagy? És mit szólnál, ha a testvére nyomná a zenét minden nagy szívedbe? Én értem. Hello. Mi a véleményed a Kludi FM-ről? Ez mind, látod, zavarba is jött. Ez a kedvenc, amikor nem tudok mit mondani. Igaz, hogy Szilágyi Péter barátnője vagy? Nem tetszik. Igaz, hogy Szilágyi Péternek vagy a barátnője? Igaz, hogy Rácz Balázsnak vagy a barátnője? Én már mindkettőt hallottam, nem tudom, melyik igaz. Tetszik, az az igazság, meg kell, hogy mondjam. Nos, akkor most vadász. Elnézést, fiatal hölgy, elnézést. Mi a véleményed a Kludi FM-ről, mint olyanról, mint formációról, mint remek rádió állomásról, mint
Magyarország vezető. Egyszerűen annyira nem lehet róla beszélni, igaz? Annyira jó dolog. Fasza. Fasza? Ennyi? Ennyi? Ennyi, ennyi. Szia! Szia! Neked van érvényed a Kudiafemről, mint olyanról, információról, mint rádióállomásról. Nagyon jó. És még aranyos is. Hát akkor... Pedig nem is Anna. Ezt én értettem ezt a munkát, az az igazság. Nos, ezzel végeztünk is mára. Köszönjük minden kedves nézőinek, hogy megtekintették a kis videónkat. Rudi FM, rak be nekem! Azért ezt muszáj beraknunk. Mi a véleményed a Rudi FM-ről, Lóvé? Kurva jó! Kurva jó? Jössi táborba? Minimum! És bordozó? Persze! Helyes, nagyon helyes. Tudod a Rudi FM szlogenjét? Igen. Na mondjad! Rudi FM, rak be nekem! Nagyon helyes, köszönjük szépen, Lóvé! Nincs mit.